két világháború közötti időszakban Gödöllőn virágzott a közösségi élet, hiszen több tucat egyesület működött városunkban. Ezek az egyesületek a civil, valamint a társadalmi élet központjai voltak, és egytől egyig más-más funkciókkal bírtak. Kijelenthetjük, hogy most létrejövő egyesületünk ezeknek a csoportosulásoknak szerves folytatása. Az egyesületünk meghatározó célja az ifjúsági rendezvények szervezése, amely magában foglalja a közösségért végzett önzetlen munkát, a tehetséggondozást, a rászorulók felkarolását, a különböző korosztályok közötti állandó kapcsolattartást és az egyetemes értékek közvetítését. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a környezetudatosság népszerűsítésére, valamint az ezt célzó rendezvények megszervezésére a városban. Egy olyan várossal szeretnénk tenni Gödöllőt, ahol meg tudják találni a fiatalok a céljaikat, valamint meg tudják valósítani a vágyaikat, és érdemes itt maradniuk. Szem előtt szeretnénk tartani a szórakozást is, hiszen úgy gondoljuk, a fiatalság és a példaképként tekintett idősebb korosztályok csak együtt képesek egy virágzó közösséget létrehozni. Elsődleges célkitűzésünk a közösségi rendezvények, jótékonysági akciók, sport és egészségnapok szervezése, amelyek előmozdítják Gödöllő szellemi és kulturális életét, illetve lehetőséget adnak arra, hogy minőségi időt töltsünk el együtt. A közösségi programok közül kiemelendők a polgári estek, amelyekre ismert közéleti személyiségeket fogunk elhívni, illetve lehetőség nyílik a közös párbeszédre, amit a mindennapokban is kimondottan fontosnak tartunk. Reméljük, hogy sok értékes programot minél többünk részvételével meg tudunk valósítani. Az előbb említett alkalmakból és későbbi ötleteinkből annak érdekében, hogy olyan közösséget, olyan Gödöllőt építsünk, ahol mindenkinek egyaránt jó élni. Együtt, szövetségben a Gödöllőjekért.